Sziasztok srácok, itt Tom, és itt vagyunk újra az Anglia rövid hadjárattal, ugye a jól megígért teljes végigjátszást el is kezdjük. Nos, akkor gyorsan lássuk meg, miből élünk. Először is az adókat feltoljuk, ezt alakítjuk át kisvárossá, ugye ahogy szoktuk. Londonba... Londonba képzünk. Nottinghamben nem tudom. Annyi a lényeg, hogy most annyit változtatok a célponton, hogy most valószínűleg Bruges lesz az, amit először meg fog támadni. Tehát, hogy így igen. Így, kán beépítjük az íjkészítőmet. Itt pedig. Ide jövünk. Csinálunk egy kis sereget, hogy... Na, ennyivel már elvileg el tudom foglalni Bruges-t. Te oda. Hercegnőt átpattintjuk a másik féltekére, oda. Dob már partra. Ja. Menj a dánokhoz. Itt a kis diplomatám. Így. Jó, micsoda nagy lelkű ajánlat. Mindegy. A kereskedőt ide toljuk. Úgy. Ez itt jó. Adót feltoltam. Jó. Király. Nagyon jó. Ó, de biztos 54. Jó, Yorkot majd kicsit később. Na, most miért nem tudom megtámadni? Gyerekeket, most direkt csinálja. Yorkban nagy helyi őrség van. Nem tudom. Viszont itt akkor nekem kellenek lovagok. Ez azért nem sokra fogok menni, úgyhogy... Most egyelőre ennyi. Talán zsoldos. Csak ilyenek vannak. Kihagyom. Ez az rendes is megvan. A kis kereskedőnket ide rakjuk. Te mész oda? Antwerpen vajon jobb, mint Bruges? Nem tudom. Most egyelőre Bruges. Mit szeretné? Semmit, jó. Nagyon helyes. Jó. Bruges ostrom alatt, rendes ostrom alatt, York mindjárt ostrom alatt. Kámbe ugye nyomatjuk egyfolytában az íj cuccokat, hogy legyenek hosszú íjaseim. Minél hamarabb. Hát ennyi még nem lesz elég jó, kérlem. Viszont fel tudom húzni az adókat, az jó. Jó, hencegnő menjen. Diplomata szintén. Portugálok meg spanyolok azok úgy jöhetnek. Aha, na mondjad már, mit szeretnél. Kereskedni, vagy mit akarsz? Ne rabold az időm. Wow, még hamar. Na, van kettő csapat lovasa. Nekem négy csapat íjászom, az úgy nem olyan rossz. Jó, lássuk. Töltsed befele, baby. Leigázzuk hamar Bruges-t, elvileg. De ugye azt nem mondtam, hogy az egységméretet átraktam normára, mivel hogy... Hogyha mondjuk nagy vagy óriási egységméret lenne, az egy kicsit sokáig tartana. Mármint maga a hadjárat. Mert ugye minél több az ember, nyilván annál többet kell megölni. Azt gondolom, nem kell magyarázni senkinek.
Legalábbis remélem. Király, az IS-én már lőnek is. Viszont ezeknek itt nem örülök. LOL. Az komoly. Megteszi a négy csapat IS a dolgát. LOL. Ja. Na. Ó. Páncélozott lángyás most. Tényleg? Így. Nem fognak átraérni. Jaj. Na most itt mi történik? Bullshit. Tényleg. Ki hinné? Jó. Ho-ho-ho-ho-ho. Menj már onnan! Most! Ez az. Daráljuk le a pikásokat is. Na? Király, futnak! Menjetek, menjetek! Hát már ideje volt. De indulj már meg! Hát ne legyél már te is megint nyomorék! Hát menjél! Hát még ilyet? Fú! Hát ez persze! Hát amikor a számszeri ezt targetolom, akkor a flamand pikásra megy, de amúgy meg nem. Értem. Wow, azt ott el kéne kapni. De, most mit nem ért már megint? Oda, menj már be, hallod? Olyan nagy kérés. Menj már be! Léci! Sirály. Végre. Fú, haladjatok már. Jó, 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 szép. Hát ez már annyira nem, mert ez már csak ilyen pulikutya követés, tehát ennek itt nem sok értelme van. Na jó, akkor egyezünk meg abba, hogy ide be mindenki. Aha, végre. Jó, kik vannak még itt? Igen. Gyerünk, gyerünk.
Lol, lol, lol. Jó, hát ezt így hamar le tudjuk. De hát most ezzel nincs értelme szarakodni, hát ez most csak egy ilyen kis lázadó falu. Amúgy már megvan Bruges, tehát ez egy ilyen elég konkrét támpont lesz nekem most a francia hadjárathoz. Ugye? Antwerpenben nagy valószínűség szerint be fognak költözni a dánok. Hogyha csak én addig nem tudok innen egy komolyabb sereget előállítani. Márpedig szerintem nem fog tudni. Megpróbáljuk. Állat. Jó, király. Megyünk Yorkra is. Így, ott azokat ugye ingyen tartom fent, itt még két forduló még kitörnek, az nagyszerű. KM-ben nem sokára lesznek hosszú íjasaim. Egy csapat hajót feloszlatok. Mit kell még csinálni? Ja igen, Antwerpent kéne még halálgyorsan elfoglalni, hogyha lenne rá lehetőség. Ugye? Ó, megveszi a seregem. Na helyes. Ha ott vannak a dánok. Sirály. Zsír. Na. Na. Hát mekkora király. Ah, de jó. Valami utóddal összeházasította, nem tudom, hogy hol az utód. Csak meg lesz valahol. Na mindegy. Most már is leg szövetségbe kötöttünk egy... Hát szerintem viszonylag erős nemzettel, úgyhogy... Én örülök neki. A dánok még nagy segítségemre lehetenek, hogyha úgy van. Itt pedig nyilván csinálom a sereget, mert Antwerpen mondom, hogy az nekem most nagyon... Nagyon jól jönne. Jó, nyomatunk még egy kör végét, elvileg most kitörnek a rendesi lázadók. Aha. Király. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hát, ezek nem sokan vannak, nem tudom minek törtek ki. Kolumbusz Kristóf. De király vagy. Units. Megfogjátok, units, azt ide hátrajöztök. Ha. Így. Na és akkor várjuk a fagyit. Van lovasságuk is, ugye? Számszeríjeszukkal mindenképpen a vértezett lovagot kéne lőni. Tehát azokat meg kell szedni. Mielőtt meg odaérnek a hadvezéremhez. Eddig úgy hallom, hogy egyet lelőttek. Az úgy epic. Kik jönnek itt? Lángyás milicista, te is. Hál' Istennek hadvezérét lehet, hogy pont le tudom vágni. Na? Lol. De most az már megint hogy fut el? Ez tisztára unfair. Várja. Te is. Hó. Nem a lángyás milicistát kéne ön. Na most már de.
Na végre, 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 végre. Fasza! Megvan ez is 24 ember árán. Mekkora király? Na. Tehát akkor megvan még egy falu. Amit ugye alakítok át, mindjárt vár rá, hogyha megtehetem. Megtehetem. Nagyszerű. Jó. Ebbe a védelmet meghagyjuk. Király, mindenhol készítettek a cuccok. Londonba kikötő, Nottinghambe kis templom, KM-be egy hosszú íjas, meg egy ilyen. Gyakorló tér, nem, nem. Legyen egy földút. Itt szintén. És tudok csinálni két olyan kis cuccot. Londonból hozzuk az erősítést. Ti hol tudtok itt partra? Jó, hogyha téged kihozlak, az ugye nem baj, nem. Így. Kicsit vonogassuk, majd hiszem egy olyan csúnya. Jó, Antwerpent is megtámadjuk. Nem veszek fel több zsoldost, mert nem. Sokba kerül, meg nincs is annyira értelme már, most már. Jó, akkor lényegében amit akartam, az most megvan. Még ugye Yorkot kéne bedarálni. Na. Ó, köszi, saját magam ellen játszuk, bazzeg. Álljon fasz. Na jó, lássuk mit tudok. Jaj. Óra van. Csak valamikor ezt is el kell kezdeni. Ti mondjuk így ide. Vannak íjászai, azt hiszem. Sőt, tuti. Jó, akkor ti már is jöztök ide. Te meg ide. Jó. Ti ide felsorakoztok. Ti rohamoztok. Ti is. Mindenki rohamozzon. Yeah. Úristen. Meg jó sokat megöltek. Nem, nem, nem. Ilyenkor vissza kell vonulni. Ez pont nem úgy nézett ki, mint egy roham, úgyhogy köszi. Wow! Jó, hát de jó, haladunk. Hát nyilván a lázadókat most nem fogom mészárolni, mert tök fölösleges. Jó, megvan York is. Mekkora király. Mi ez? Nagy falu palánk? Hát, nem tudom. Egyelőre marad nagy falu. Egy csapatot átküldök Nottinghambe. Aha, kaptam 4 vértezett lovagot, ami azt jelenti, hogy... Hogy... Haha! Na most gyere! Zsír! Azt a 4 vértezett cuccot most pont ki is használom. Na, a legnagyobb, legerősebb minden vagyok. Jó, Nottinghambe nyomatunk egy kikötőt. KM-be egy kis kápolnát.
Brugesbe egy föld nyavaját. Így rendes kész van ilyen kis lakótorony dolognak. Vagy mi az? Úgyhogy amúgy mindennel el vagyok, csak a diplomatát felejtem el mindig. Jó, dánokkal már ugye be vagyok házasodva, meg minden. Az úgy jó. Hát hogyne. Ezres és simán. Jó, meg az is jó. Látja a kisfiú, hogy terjeszkedek. Jól van. Nem tudom, azok a kelengyék mik, mert azért valamit írhatnának, hogy mondjuk ki az, akivel kelengye, vagyis hát tudom, hogy ki az, csak hogy na. Na, most már mind a ketté bele vagyok körözve. Tehát, hogy az mit tud, akivel én kelengyézek, meg minden. Portugál. Egy 500-as kérjünk már érte. Így. Térkép, térkép. Szövetség. Fasza. Nagyon jó. Na hát, jó. Lényegében az is jó. A városi militista. Na, mi van itt? Londonba készített a kikötő, ami azt jelenti, hogy... Hogy nem tudom, de valamit jelent. Na, ez azt jelenti, hogy most már nyomathatjuk a piacot. KM-be pedig mit kéne nyomatni, mondjuk egy témár műhelyet. Rennesbe egy toborzó csarnok, még az sincs, úristen. Skótokkal nem nagyon akarok most kötekedni. Nem azért, mert félek tőlük, hanem hogy a pápa megint kiközösít, akkor nekem megáll az egész hadjárat, úgyhogy az úgy nem oké. Gondolom értitek. Na, tehát akkor most itt szépen lesz egy kis védelmi vonallam. Miért nem KM-ben van a hadvezérem? De most így frankón. Minek mentem neki? Nem tudom. Jó. Na mindegy, szóval te KM-ben vagy, érted? Oda mennyi. Itt egy dán kereskedő, ami tudta, hogy az én kereskedő miért megy. Jó, tehát most egy 9. körnél vagyunk, gyerekek, és már nézd csak. Tudtam, mondtam, hogy az én kereskedő miért megy, tehát így... No. Semmi, jól van. Micsoda ellenállás. Külföldi lefoglalva, igen. Új küldetés, terület megerősítése. Legalább 4 egységgel. Mert egy éjjel meg. Az honnan szedjek én neki? Oh. Na vajon azok minek jöttek? Hát ki tudja. Hogy én mennyire szeretem a skótokat. Mindegy, hát a pápa majd rá is rászáll, szóval... Hogy így ne csak engem cseszegessen már, hogy megtámadom a keresztény testvéreimet. Mert ugye, hát az fontos. Így. Henrik, jaj de jó, hanyadik? Nem tudni. Jó. Jó, már megint a legerősebb vagyok. Antwerpennek mennyi forduló még, meg kúra sokba kell ezt a sereget fenntartani. Ugyanúgy. Jó. Ah, ott a spanyol, igen. Nagyszerű. És a skótok nem támadtak meg. Mi meglepő? Nem? Hagyjál már. Akkor meredj meg. Kámbe készített a tímár műhely. Zsír. Erősítjük a hosszú ujjasainkat. Kis templom, kis templom. Legyen egy gabonaváltó. Nincs sok pénzem amúgy. Egyre kevesebb van, mondhatnám.
Az, annak az oka pedig mondom, az, hogy... Hát egy az, hogy Londonban ekkora sereget tartok fenn. A másik az, hogy Bruges be is van egy, nem az, hanem ez, az Antwerpeni sereg, tehát itt négy vértezett lovag, a zsoldos számszeri jászok, ezt a fagoni jászt, a lándzsások, meg minden. Tehát ez kerül nagyon sokba nekem. Viszont itt meg csinálunk egy olyat, hogy... Ezeket átküldjük Yorkba, remélhetőleg oda is érnek. Még mielőtt jönne az apokalipszis. Na, nézzük, mi történik ebbe a körbe. A skótok még mindig nem támadnak, szóval reménykedek, hogy... Na, még egy kört bírják ki, barát. Legyél kedves. Nem, ezt most hanyagoljuk, ez nem olyan fontos. London, igen. Nottingham. Jó, hát azért a gabonaváltókat építsük már meg, hogy az egy kis minimális kis alap valami kereskedelmem legyen. Aha, itt meg egy földet nyomatunk. Ott vannak a portugál. Ah! Bullshit this! Ó, gyerekek! Azok már hogy kerültek ide? Jézus szíve! Ó. Paraszt, hát kösz. Fú, gyerekek. Na de jó. Mindig megtalálják rendes, nem igaz? De most a portugálok partra szállnak, meg is támadják, az tuti. Nem. Hogy, hogy. És most megint csinálunk kellett egy kurva vértezett lovagot már. Á. És megint 300 aranyom marad. De nem baj, egyre közelebb vagyok a célhoz, ami pedig Antwerpen. Így van, következő körben meg is támadom, és Yorkba odaért az erősítés. Ez az! Mekkora király! Egy hogy van? Négy egységgel, hát kap be. Tessék, négy egység, örülsz? Jaj, te mit akarsz? Te hagyja engem, francia gyerek, mert most nincs kedvem. Itt izélet nézni a kis fizetett hivatásosodat. Na, hát ott már nagyon fontos kitörni, tehát ezt aláírom. Nem figyelő, hogy mekkora seregem van? Ah, három darab flamand pikás, hát azokat már csak az íjászaim szerte szétlövik. Amiből ugye van négy csap. No, lássuk. Mit tud felmutatni? Király! Nagyszerű a terep. Így, egy, kettő. Nem. Ti. Meg ti, külön. Valahogy így. Ti meg mit csináltok? Ti nem csináltok semmit. Na. Nagyon jó. Kettes egység lehet, hogy az íjászok hátába álljon már. Jó lesz, jó lesz. Számszerű íjások már lőnek is. Hol lő ott mindenki? Kettőt megindítok a vértezett lovagokra. Sőt, legyen három. Majd megbánom. Azt ott jó lenne lecsapni. Még miért farolt, láttátok? Ja, hát neked fontos, hogy odaérj, persze. Nehogy már.
Ja, most stopp akkor. Ti is, meg ti is. Itt mi történik? Ezt valahogy így kéne megoldani. Jó. Mondjuk a lovasokat annyira nem sajnálom, mert azokat úgyis fel fogom oszlatni, szóval... Na már csak a pikások vannak lényegében. Ó, meg jól beállt, nézd csak. Nem mint hogyha számítana. Attól ugyanúgy megrohamozom. Jól van. Na, ennyi. Térjetek már át erre. Na. Jó, akkor vissza. És akkor... Felövöd ezt. Te azt, te azt, te azt. Csak haladjunk. Ez az. Hát, csórikám ott maradt. Hát, de azért megül. Na, erre várja a gombot. De ezt nem lehet kommentálni, tehát meg én is így úgy nézem, hogy na. Értitek? És már megint elfut az a gyászos tábornok, hát nem igaz? Jó, ott egy kicsit álljatok meg. Hát nem, nagyon fontos már, nehogy már elszaladj. De elszaladt, helyes. Ez így jó. Na, na, na. Valami. Szaladok.hu, nem? Jó. Ó, gyerekek, ugye ennek sose lesz már vége. Te nem. Hagyjuk az íjászokat dolgozni, ez cső. Ennyi. Ennyi vagy te, feküdjél ott. Kapott egy sorozatot, igen, revolver táros ijászaim vannak. Ki hinné? Lol. Jó, gyerekek, haladjunk már egy kicsit. Na, halljatok meg gyorsan. Jaj, de hogy kettesével jönnek. Öld már meg azt az egyet. Ez az. Na, még ott is van egy. Jó, már csak annyi van, ami ott jön, azt még őjétek meg, léci. Ja, nem, még van.
Ez az. Jaj, megvan Antwerp. Ez az. Nagyszerű. Kezdődött a francia hadjárat. Király. Ez az. Mit kaptam már? Zsír! Két hosszú íjast. Pont jó. Ezt itt oszlatjuk. Jó, na akkor elosztjuk a védelmet. Tehát jössz ide. Nem. Valahogy így. Ja. Így korrekt. Okés. Na, megvan Antwerpen is. Ugye? Is. Bruggesbe is csinálunk egy közösségi gazdálkodást. Hál' Istennek most lett egy kis pénz, úgyhogy ezt jó ki is használjuk. Mindenhol nyomatjuk a gazdálkodásokat. A portugál sereg még mindig nyugtalanít, de most már annyira nem, mert küldtem oda egy kis védelmet. Jó. Gyerekek, a franciákat szerte szét fogom venni, ezt garantálom. Tehát, hogy az úgy, meg lesznek halva, mert csak a német-rómaiak kéne valami kis szövetség, és akkor tényleg. Tehát akkor esély nem lenne a kis francia brigádnak. Jó, KM-be kész lett a föld megtisztítás, úgyhogy akkor... Hát nem tudom. Legyen istállom, mert KN lesz nekem a fő. Olyan, mint Szaladinnak Konstantinápoly, oda fogom összehívni a seregeket, és onnan fogunk támadni. Mindenfelé. Az nagyon király lesz. Yorka, nem tudom mi a terv a skót papának, de én lassan megyek át Dublinért. Szépen lassan, igen. Ide lövünk egy őrtornyot. Hát a dánok amúgy sem fognak megtámadni, hát össze van házasítva a hercegnő, meg minden. Tehát, hogy így... Sőt, tudjátok, mint el is kezdtem a hadjáratot szervezni. Ide. Hosszú ilyesokból ugye kell legalább 4. Az ugye egyértelmű. Nottinghamben rengeteg katona van. Fölöslegesen. Úgyhogy őket ide. Ú, itt van 2 hosszú ilyest is kaptam, igen. Plusz Londonba 2-t fent tudok tartani ingyen. Ja, és itt van Henrik, aki fogja vezetni a hadjáratot. Plusz már rendesből is 1-2-t átrakunk. Nem tudom, hogy az első célpontom Angers legyen-e, vagy Párizs. Párizs, nem tudom. Igazság szerint Angers sokkal jobban védhető, viszont Párizs sokkal jobb... Tehát pénz, meg ilyenek terén. Na de mindegy, hát majd most kiderül. Király. Mit tudok még csinálni? Kéne lovasság is, ugye? Most oszlattam fel, nagyon ügyes vagyok. Taps. Mindegy. Most ezt itt nagyon komolyan elkezdtem, ezt a hadjáratot. Jó. A gazdaságunk gyönyörűen nől, minden. Gyarapodik. Ugye? Ezt a lóst, ezt innen elviszem. Jó, most brutálisan nagy sereget fogok elküldeni. Kémet nem tudok valahol csinálni. Elég nagy szükségem lenne rá. Hát nem tudok, miért nem tudok? Na készülj, François! Meg lesz egy gyilkolva. Jó, partra dobjuk a kis pici seregemet. Úgy lesz, hogy ti nem. Ti itt maradtok, hosszú íjasok jönnek. Na, most mi van? Ti oda. Hú, 6 darab hosszú íjas, gyá.
az konkrét. Jó, hát ennyi már szerintem mondhatni, hogy elég. Legyen Angers. Az olyan kis közel is van, meg miért? Rendesből nem húzok ki semmit, úgy döntöttem, mivel már nem egyszer megszívtam, hogy amikor én gondoltam egyet, hú, rendes az, úgy se kell senkinek, húzzuk ki onnan a katonákat, hát persze. Kapásból megtámadják, szóval nem. Itt viszont elég jól haladunk. Jó, hát pénzem az nem nagyon van, de minden oda megy, ahova kell. Ezt el tudom mondani. Viszont rohadt szépen fejlődik a gazdaságom. Na francó, elfoglalom Angers, Párizst. Ezt a kettőt biztos. Akkor egy kicsit majd várni fogunk. Megalapozzuk itt a kis... új. De miért? Ezek miért vannak itt? Település megerősítés legalább 4 egységé, hát persze. Na, mit akartam? Tehát megalapozzuk ott a kis hadászati alapokat. Sereget átképzünk, ilyesmi. Most ez nagyon jobb Bruges meg Antwerpen, mert az 2 darab nekem nagyon keményű, jól jövő. A franciákat megtámadja. Á, megint az, hogy kiközösít. Nem érdekel. Jaja, háború. Mit érdekel engem a francia? Ezek még mindig itt vannak, ezek a portugálok, és egyre jobban idegesítenek. Na mindegy. Hol nem építkezünk? Például KM-be. Oda egy istálló kéne aztán. Yorkban meg is. Mindig nem értem el azt, hogy át tudjam fejleszteni a kis városkát. Mit szeretnél? Hogy nem? Add ide! Ja nem! Öcsém, majdnem odaadtam a sajátomat. Na, terület átadása. Angers. Köszönjük! Ennyire egyszerű. Most akkor megyünk Párizsért, ugyanazzal a sereggel. Tehát így ennyi. Ez egy elég jó sikerült, elmondhatom szerintem. Tehát konkrétan ingyen megkaptam Angerst. Ennyi. Látszik, hogy a franciák most nem olyan kemények. Milyen sereget kaptam bele? Ah, parasztokat. Zsír. Párizs nem olyan fenyegető veszély. 2 ilyet itt hagyok. Itt mit tudok képezni? Jó. A lovas jön. De megmaradsz akkor. Ez így nagyon jó. Megvan Angers is, mi van veled? Tiszta vagány, még kiskápóna sincs benne, wow. Londonba készített a Bordei ház, viszont most ott annyira lényeges dolgot nem tudok csinálni, úgyhogy ennyi. Legnagyobb frakció, hogy állunk? Irányított tartományok 8. És ugye úgy van, hogy... Aha, jó. Tehát mire elpusztítom a franciákat, meg a skótokat, addig a font meg is lesz a 15 kis tartomány. Aha, hogyne. De velem lesz jó hozzá? Na, azért mondom. Wow, jó sok pénz jön. Ide is nyomatjuk nyilvánvalóan a gyakorló lőteret. Jó, hogy Angers az egy, mondtam, biztos pont. Tehát az egy ilyen, olyan, mint a Amcsiknak Pearl Harbor, értitek? Tehát, hogy ott, így, ott van minden. Az ország kulcsa, de kemény. KM-ben most akkor minek is van ennyi ember? Jó, rendesben maradnak, az biztos. Pár is megtámadjuk.
Mondtam, ez a francia hadjárat, ez most nem arról fog szólni, hogy én itt tűzszünetet kötök vele meg faszom, tehát én most meg azt elfoglalom a csávót, értitek? Plusz itt lassan el kéne kezdeni a skótok ellen is valamit csinálgatni. Az pont Nottinghambe kellett volna, de mindegy. Így. Nagyon morál. Nem kell. Wow. Kemény kettő paraszt egységet kaptam, mekkora király. És nem mondtak egy olyat se, hogy fejezzem be, vagy kiközösítenek. Úgyhogy ennyi, nyert ügy. Francia beúszhatja a farkát, mert ennek itt vége, Párizs is elfoglalom. Ráadásul pont a királyukat ölöm. Hát hello! Jöttem úgy, érted? Hey! Jó. Most ugye az van, hogy minket így összevonogatom. Jó, az jó. Ezek jók, jók. Így. Így. Jaj, van ballista is, nyalom meg neki. Nyomatunk egy bordélyházat, itt addig táborozunk egy picikét. Alabárdos. Az mondjuk jó. Ja, lőjünk egy alabárdost, igen. Nem tudok valahogy kémet. Itt ezt nyomassuk be a közösségi gazdálkodást. Ez az gyűlik a sereg Nottinghambe, így van. Mert ugye innen át fogom vinni Yorkba, azzal egyesítve fogok menni Edinburgh ellen. Viszont hiányolom nagyon a lovasságot, az a baj. Itt... Hát itt se tudok csinálni. Ja, akkor egyezünk meg abba, hogy KM-ből kettő hosszú ilyest fogok átvinni Skótföldre. Sőt, legyen 3-ra egyet még átviszek Angersbe is. Párizsban ugye van 6. Hát az gondolom elég. Na, most akkor keressünk még francia területeket. Mivel a skót hadjáratot azt ott közbe csinálom. Jó. Addig a hétforduló alatt én megszedem magam. Most gondolom nem várja, hogy utána békén hagyom. De amúgy már vártam. De amúgy gyorsan kapcsolt a pápa. Csak a királyukat öltem meg, a fővárosukat foglaltam el, meg a legjobb várukat, szóval, hogy így annyira nem késett el semmiről. Így, itt mennyi idő még egy kör? Jó. De ott is van egy, azt tudom. Ott van Bordeaux, itt van... Bordeaux az. Itt is van nekik egy, meg még talán Marseille. Aztán nem tudom, még van, vajon. Hol kell megnézni? Na. Itt... így. Hát igen, haderőben egy picikét fölötte vagyok. Termelésbe is. Területi rangsor, nekem most akkor van nagyjából... Tegyük fel 9, neki meg 5, akkor 3-at tudok. Hát, ez nem olyan jó. Mindegy. Na, ugye arról volt szó, hogy két hosszújjast átviszek. Egyet meg ide. Jó. Oké. Jó, 3 marad. Jó lesz, jó lesz. Legyen egy fogadó. Jó. Királyú haladunk. No. Lássuk. Mit hoz a következő kör? A skótok azok úgy látom el vannak száma maguktól, tehát azok annyi mindent csináltak eddig, hogy hihetetlen. Új családtag. Ez az. Ezt vártam. Pucolj innen.
Te is. Ja, hát azért van, mint azért építsünk így. Párizs, bordélyház. Legyen egy fegyverkovács, ráérünk. Szörny. Ja, oké, okay, itt ballisztát lövettünk, egyszerűbb legyen várat foglalni. Yeah. York mindjárt tele van ember katonákkal. Mekkora király lesz, amikor majd elfoglalta már Inverness? Nem. Nem foglalta még el Inverness-t. Lehet, hogy úgy kéne, hogy hajóra rakom a sereget, átviszem, elfoglalom Inverness-t, onnan meg egy kör, kettő kör kell, hogy ez itt maradjon. És megvan Edinburgh is, és ennyi a scoutok, tehát hogy valahogy meg kéne ezt próbálni. Véleményem szerint. Nem kell. Jó, oda. Jó, te. Nem, te jössz, te maradsz. Megyünk Inverness-ért. Hát szerintem ez egy elég korrekt kis sereg. Jó, Yorkba nyomassuk már át azt a lakótornyot, mert már mióta ígérgetem nekik. Jó, itt átképezzük. Jó, még egy hadd menjen. Nyomassunk egy városi őrséget. Jó, KM-be készített a közösségi gazdálkodás, ami azt jelenti, hogy most már akkor fegyverkovács. Bruges. Városi őrség. Rendes, átalakítjuk végre várra. Jelenleg itt is tudok hosszú ügyest, még nem. Mindegy. Majd idővel. Paraszti jelszokat ugye eltakarítjuk. Mennyi ideig kell még nekem? 5 forduló. Jaj. Mindegy. Most a skótokkal vagyok elfoglalva lényegében. Itt lövettünk egy őrtornyot. Aha, ott van Dijon. Ott van Reigns. És mekkora nagy védelem van benne, gyerekek. Hát ez... Milyent lejár, az szüntessen be az ellenségeskedés cucc, azután abban a körben már is foglalom. Tehát, hogy így nem lesz ideje kötekedni velem. Meg úgy látom, hogy a német-rómaiak is a franciákra pályáznak, úgyhogy ennek csak örülök. Lengyel, szövetség, hát azért neked fizetni kell, babám. Egy jó tízest. Nem, fölöslegesen nem kell szövetség, köszi. Főleg nem a lengyelektől, akiktől annyira sokat nem várok. Na, az Londonban volt, ha? Hol vagy? Pont Antwerpenben, úristen. Teljesen mindig lényegében. Jó, hajóval megyünk. Inverness már alig vár engem. London. Itt nyomatunk egy városi őrszolgálatot, azért hadd legyen már. Pénzügyileg nagyon jól állunk, tehát mégis 5000 pluszban vagyunk körönként jól, ha jól számolom. Hát szörny. Így teleőrtornyozom itt magam. Itt is van egy, nem? Nem. Menj át Angersbe. Erről van szó, zsír. Portugálok partra szálltak Bordeaux-nál. Mekkora királyság. Most minden az én malmomra hajtja a vizet. Tehát eddig úgy voltak, hogy a német-rómaiak, a portugálok ugye leszarták a franciákat. De mivel látták, hogy mennyire gyengék, hogy én össze-vissza verem az összeset, ezért ők is csatlakoztak. Nagyszerű. Ennek tökre örülök, halljátok. Fú. Na, ez most egy nagyon jó hír.
egyszerre két területről kapom a támogatást, tehát ez azt jelenti, hogy a franciáknak tényleg befellegzett. Hál' Istennek. Hát nem vagyok kárőrendő. Jó, szarok a keresztes hadjáratra. Egy ilyen, mert van nekem elég bajom. Jó. Ha már itt vagyok, lövök egyet is. Ah, látom Bordeaux helyőrségét is, király. Úgy látom, Milánó is ideért, úgyhogy a franciák felkötetik a gatyát. Ez valóban így van. Kéne még egy ballista. Így. Minél egyszerűbb dolgom legyen. Most kajak Edinburgh. Edinburgh végtelen? Szivatsz? LOL! Azt figyeled? Úristen! Bazzeg, ez mi volt? Jézus Isten! Ennyi volt a Skót Királyság, hogy be kellett üljek Edinburgba. Ne szivassatok már! Jézusom! Ez nagyon komoly! Ez nagyon komoly! Fú, gyerekek! Na erre azt mondom, hogy... meglepődtem! Tehát most tényleg meglepődtem! Öcsém, ez nagyon komoly. Gyakorlatilag ingyen elpusztítottam a skótokat. Ez itt jó lenne. Hát nem, nem kell, fölösleges. Jó. Az angliai kis szigeten nyugalom van, ennyi. Megyünk még Dublint elfoglaljuk, és onnantól kezdve tényleg teljesen nyugalom van. Hogy állunk? 10 tartományom van. Most viszont csinálunk olyat, hogy én elmegyek elszívok egy cigit, mert már ugye több mint egy órája csinálom ezt a dolgot. Úgyhogy mindjárt jövök. Na, már itt is vagyok. Úgyhogy akkor folytassuk itt nagyon izibe. Hány kör van még a pápai cuccból? 3. 3 kör múlva meg lesz egy újabb. Francia kisvároska. Ugye Reims. Mert ugye azt fogom támadni kapásból. Ballisztákkal meg minden ilyesmivel. Nem bánom, a portugálok elfognak Bordeauxot. Megkönnyítenék a dolgom. És gyerekek, elértük azt, hogy mindenhol építkezünk, tehát ez nagyon jó. Na mit szeretné François? Hát egy tűzszünetet. Zsír, akkor... add ide nekem. Nem is azt kéne nekem, hanem... Bordeaux-ot tudom hova, Reims tudom hova, Metz tudom hova, akkor legyen Marseille. Mert Marseille van tőlem a legtávolabb. Az az igazság. Kihagyom, köszi. Igen. Lehet jobb lett volna a német-rómaiakkal házasodni meg minden az elején. Legyen Henrik. Ezt ugye Párizsba kaptam meg. Nagyszerű, megvan a következő támadásomnak a vezére. Király. Mindenhol kész lett valami. Úgyhogy építkezünk tovább. Kámbe lett egy fegyverkovács. Ezek nem kellenek, mert rosszak. Na azért ennyi legyen. Jó. Bruges. Szintén. Nem. Vetésforgó. Rendesbe végre kész lett a vár, úgyhogy... gyakorló lőtér. York. Földút kész lett akkor. Alakítjuk át nagyfaluvá, mivel hogy itt már nincs szükség a várra. Antwerpenben pedig nyomatjuk továbbra is a őrséget. Na, egy héten elherdáltam egy 10-est. Jó. Így. Azért akkora védelem nem kell. Nagyon jó. Jorguba se kell azért ekkora védelem. Mivel hogy ez a kis dolog itt most már teljesen
szabad ez a kis sziget. Meg ugye itt lesz egy városka, meg Dublin, az kettő. Plusz ugye rajta vagyunk, hogy a franciákat elfoglaljuk. És szerintem nyugodt szívvel elmondhatom, hogy jól haladunk. Na. Közben csak már ránéztem a Chrome-ra, mert ugye én eközben töltök felfelé éppen egy részt, úgyhogy megnéztem már, hogy áll, de már feldolgozás alatt van, szóval jól. Jó, Sámuel, nem tudom ki, oké. Na, az oroszok gazdagabbak, mint én, hát mi meglepő. Kíváncsi lennék, hány emberre háború, hány nemzette háborúznak. Ugye? Jó. Jó. Yorkba akkor nyomatunk egy gabonaváltót, egy kis templomot, egy közösségi gazdálkodást, az adókat felhúzzuk. Hány forduló van még addig? Egy. Hú, következő körbe támadjuk a franciákat. Ami azt jelenti, még egy balisztát gyorsan nyomatok. Ja. Reims azért úgy látom készül. Vagy nem tudom, de valami olyasmi. Így. Na. Most már az enyém Reims is. Mondhatjuk. Szerintem nyugodtan. Nem, azért mindenkit nem veszünk fel. Nem érdekel. Igen. Nottingham. Vetésforgó, Edinburgh, wow. Vásártér, nagyon jó. Aha. Jó. Ez a három marad, vagy nem? Ti jöztök, és akkor ti maradtok. Jól van. Nagyon jó. Hát szerintem ez így jó. Kifosztottuk minden. Jó, faluháza. Felhúzzuk az adót. Lényegében nem sok mindenem halt meg. Hála az Istennek. Romlott a kapcsolat, annyira nem érdekel. Ugye most akkor mindenhol megy a képzés. Angersbe szintén képzünk. Mivel, hogy... Itt van ez a kis rendes sereg, még ezzel kéne itt valamit csinálni. Mondjuk három darab lovast, az kelleni fog. Még három forduló Inverness. Aja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 j
Úgy látom, a német-rómaiak bekeményítenek, wow. Nem. Tudtom, ma most akkor a német-rómaiakat kéne kiközösíteni, nem? Mivel, hogy most ők támadnak engem illegálisan. Zsír. Jó. Menj át Brugesbe. Jó, itt halál gyorsan átképzünk. Na jó, azért nem mindent. Így valahogy. 11, 29, nem, 55, 54. Így. És képzünk, ugye? Viszont most van egy olyan dolog, hogy akkor Antwerpenbe is küldünk hosszú íjasokat. Mert hát azért nehogy már itt nyúl vigye a puskát, ugye? Ja igen, az már ott megvan.
bányhálózat, egyértelmű. Rendesbe is kész van a gyakorló tér. Lőtér, bocs. Nagyszerű. Nyomatunk oda egy kikötőt. Yorkba épül. Antwerpenbe épül. Párizsba. Kőfal. Itt már, itt pedig ugye csak már meg vannak javítva a dolgok. Na! Mondjuk ide. Ott van Metz, ez az. Ah, viszont ott egy kicsike kis francia sereg is. Na. Aminek ugye annyira nem örülök. Így, tehát azért valami védelmet rakjunk már bele. Így. Jó. Így. Most már lesz Párizsból is védelem, Reimsből a három csapat lovast, azt ugye Angersbe átviszem. Mi, hogy Angersből fogunk támadni. Ja. Plusz. Nem plusz, semmi plusz. Nincs plusz. Itt ugye mennek az átképzések, nagyon zsír. Hál' Istennek kaptam egy nap hősét is. Ezt nem bánnám, ezt így összeugranátok, mert én annyira boldog lennék akkor, értetted, hogy így. Tehát a franciáknak 1, 2, 3, 4, jól tudom, még 4 településük van. Mondjuk úgy, hogy tartomány, na, az úgy szebb. Portugálok, légy szíves, támadjátok már meg. Jó, nagyon nem érdekel a Aleppo. A 30. körnél járunk, és már, hát mondhatni, hogy haladunk. Mi ez a kevés pénz? Aha. Jó. Jó, ide most nem kell, de... Nem, mégse. Ide se. Úgyhogy jó. Oké. Okay. Ti ugye mentek Antwerpenbe. Így van. Inverness még egy forduló, aztán kitörnek. Angersbe ugye készül a kis sereg. Kis sereg, hát igen. Egy kis pici sereg, igen. Kéne nekem egy olyan hadvezér. Őt kell levinnem. Nem tudom. Azért az uralkodót nem kéne megölni, szóval akkor az nem, de hogyha már portugálok nem bírják megtámadni Bordeauxot. Akikkel amúgy én szövetséges vagyok portugálokkal, de hülye vagyok, eddig meg észre se vettem. Na ezért Bordeauxot én fogom elfoglalni akkor. Jó. Dagobert. Király, meg van Inverness. Hogyne? Ami lejárt küldetés, gondolom, ami kikötő blokkádolás, vagy ilyesmi. Nagy falu. Itt oszlatunk. Ennyi védelem, ide bőven elég. Van nekem hova tenni most a katonákat. Így. Új családtag, yeah! Ja igen, kikötőt kellett volna blokkádolnom Bordeauxba, csak ugye nekem meg volt egy olyan, hogy ha megtámadom a franciákat, akkor kiközösítenek meg izé. Nem tudom, hogy ezt a sereget miből tartja fenn, ne kérdezzétek. Viszont itt lassan elindulok. Vagy várjuk meg ezt a balista készítőt, hány kör van még? Az engem nem érdekel. 4, ami azt jelenti, hogy még egy balistát tudnék is csinálni. Elvileg. Nem tudom. Na mindegy, úgy döntöttem, hogy most itt megindulok. Nem. Nem csinálunk hülyeséget, hogyha már ilyen szépen haladunk, akkor már szépen megvárjuk. Aha. Á, köszönöm. Az se. Dijon, hagyjál meg Dijonnal. Biztos nem azt fogom elfoglalni. Kövezett út. Nottinghambe. Fogadó. Nem kell lesz, igen. Timár műhely.
Párizsba kész lett a kis cucc. Ami azt jelenti, hogy akkor egy... tanásterem. Edinburgh-ba pedig a kereskedelmi rakpartot megépítjük. Jó, elvileg akkor én Milánóval együtt érzek, vagy mi van? Tehát most akkor a német-romaiaknak szövetségese Milánó, akinek szövetségese Dánia, akinek meg én vagyok szövetségese. Jó, értem. Nem tudom, hogy mi a terv, de ez engem itt nagyon idegesít ez a kissereg. Hát kissereg, hát igen, mindig éljed, szóval. Aha, ezt itt meg fogja támadni, úgy látom. Pucó innen. Ha? Nem. Kezd egyre gyérebb lenni a seregem, az a baj. Aznak már nem örülök. Őket át kéne küldeni Párizsba. És innen pedig küldeni ide egy kis erősítés Fincsit. De jó. Szerte szétverj a seregemet állandóan. Mindegy, viszont az övét is szétvertem, tehát hogy így annyira nem kell aggódni. Antwerpenből is meg kéne indulni, de nincs hova. Tehát ez a baj. Még kettő kör, nem már. Inverness ugye kész van. Kéne itt egy olyat csinálni, hogy egy kis sereget összeszedni. És... Hát ugye megindulni a... Mi az... Milyen település van itt? Nem tudom. De ott van, azt elfoglalni. Közbe, ugye, amíg nem tudok a franciákkal mit csinálni. Ha, kéne nekem metsz. Ez nagyon kéne. Jó. Add ide. Marseille-t. Hát akkor nem. Na, te mit szeretnél? Nyanom a zuzádat. Semmit, jó. Ja. De jó. Nehogy már valaki a szövetséget tudja kötni. Isten őrizzem. Ja, az jöhet. Nem tudom mi. Jó. Kész vannak az építkezések is. Milyen pici ork, mint egy kis erőd. Olyan. Mindegy. Meghalt, hogy a pápa hány éves folyam? 56, na az már lassan meg fog halni. Hál' Istennek, úgyhogy... Wow. Így. Ja, annyi van már el kell, hogy foglaljam. Nem tudom. Kezdjünk el indulni. Na hát ez egy kis patentos sereg szerintem. Sőt, még titeket is viszlek. Ja. Jó. Angerst akkor kiürítettem, úgyhogy egy kis erőt képzünk bele. Reims-be ugye átképzések folynak egyfolytába. Ez még rímelt is. Talán. Nem bánnám, ez a sereg innen eltűnne. Esküszöm nektek, nem bánnám. 16 meg 9. KM-be. Nem. Ti át Párizsba. KM-be át tudom képezni.
Nagyszerű. Remiszből még küldeni kéne egyet, csak már az nem fog odaérni. Most, úgyhogy ennyi. Mindegy, mindjárt lejár ez az ellenségeskedés beszüntetése. .hu, úgyhogy utána... megölünk mindenkit. Reims kéne elfoglalni, de ott van az a big nagy sereg, úgyhogy... Hát nem tudom. Hát azért a fizet, töcsé. Jó, legyen szövetség akkor. Mit bánom én? Igen. Kudarcot zárt. Igen, igen. Nem érdekel. Zsír. Jó, de most nem építünk semmit. Rennesbe egy tímárművét nyomatunk. Antwerpenbe egy bordélyházat. Angersbe pedig ugye jöhet egy ballista. Hogyha majd úgy alakul. Innen pedig ugye nem sokára viszem az erősítést. De viszont most ez nagy baj, nincsen ballistám. Aha. Akkor csak így ideállunk addig. És az szerintem korrekt. Innen is meg kéne indulni, tudom. Lovas milicista. Wow. Itt már most képzek. Ja igen, azt elfelejtettem. A magyarok nem nagyon nem nagyon hallatják a hangjukat, azt figyelem. Jó, még mindig nem látom. Wow. Jó, vásártér. Most nagyon ráállok a gazdaságra. Hát, ami fölösleges, azt most nem építem meg, mert annyira sok pénzem most nincs. Hát ugye a hadjárat egy kicsit felemészti a kincstáram. Gondolom azt nem kell bemutatni, hogy milyen egy hadjárat, mennyibe kerül, mert amúgy itt nézitek végig. Haha, meghaltál. Jaj, de jó. Nem érdekel, most már kiközösít, az se érdekel. Az már honnan jött? Itt nem tudnám azt ott megcsinálni, hogy így... Talán, hogy így... Hú, azt nem úgy akartam. Menj innen. Hú. Azt pontosan nem azt akartam, hogy én most innen kijövök. Ja, és igen, és Párizsból is küldöm az erősítést. Ugye minél több csapattal támadok, annál biztosabb a győzelem. KM-ből küldünk egy-két hosszú íjast ide. Hogy legyen. Így. Ti még mindig nem mentek, jó? Aha. Azt a Metznél ott nagy csata lesz, Bordeauxot ostromolom. Diplomatát meg elküldjük ide, hogy szétnézzem. Ugye azt tudom, hogy még itt lesz egy város, ha meg Marseille. Nagyjából így ennyi, és utána kaput a franciáknak, yeah. Most fognak kiközösíteni, azt tuti. Azt tuti. Nem. Nem közösítettek ki, hogy. Vagyis hogy nem mondták azt, hogy kiközösítenek, hogyha nem fejezem be a háborúskodást a szent keresztény bajtársakkal, akik amúgy csigát esznek. Meg ilyenek. Henry. Wow, 8. Köszöntem a városkát. Tiszta kis aranyos. Így. Jó, Bordeauxban most egy kicsit itt táborozunk. Itt viszont valami gyanús dologra készül. Itt jön azzal a kis seregével. Seregéjjel.
és nem tudom úgy megtámadni, hogy jó legyen. Egyelőre begengelünk a hídra. Így. Húha. Á, nem érnek oda balisznákkal. 2, 4, 5. Így. Ide átküldjük a két hosszú íjast, amit kaptam KM-ből. KM-ből megint küldünk két hosszú íjast Párizsba. Megnézem, mennyibe kerül a hadsereg fenntartása. Á, csak 15 ezerbe kerül körönként. És az egyre csak nő, ugye? Persze. Most lesz itt egy big jó kis csata. Hát reménykedek, hogy nem török. Reménykedek, hogy nem törnek ki, és akkor meg tudom azt csinálni, hogy a fele seregét elpusztítom, és csak akkor törnek ki. Az meg kicsit komplikáltabb. Na hát erre a portugálok persze egyből ide jönnek 85 ezer hajóval, meg minden. De mindegy. Így. Jó. Bordeaux vár, igen, megjavítva. Hú, nem tudom. Balliszta, ez az. Tudok csinálni ballisztát. Azt addig átküldjük ide. Igen, jól van. Jó, akkor. Oké, itt a franciák itt gyülekeznek itt az erdőben, nem tudom, lehet lecsót főznek, vagy halászlé főző verseny van, vagy nem tudom. Valamit huncutkodnak egyértelmű. Ennyivel vajon el tudnám tipórni ezt a sereget? Jó kérdés. Tíz, 16, 11, 15, 2, hát jó, az sokkal többbe kerül is. Na. Hát inkább egy ilyen számszerű ezt veszek fel. És akkor úgy ide jövök, hogy így nem támadom meg, csak úgy oda megyek, hogy így érezze a törődést. Csináljunk csak egy kémet. Úgy itt jön a kis ballisztám. Jó. Na most derülnek ki mindjárt dolgok, hogy most ki támad, ki meg ki nem. Reménykedek, hogy a lázadók nem támadnak ki. Nem, hát, király. Imhotep. Antwerpenben van. Még jól elraktad, hallod. Már megint jön ott egy német-római sereg, hát nem igaz. Itt vannak hosszú íjasok? Vannak. Nagyszerű. Jól van. Bruges fejlődik. Nagyszerű. Jó, igen, Antwerpen most nem is építek semmit, mert úgyis mindjárt megtámadják. Hál' Istennek most a német-római erők akkor Antwerpennél egyesültek, úgyhogy picit megnyugodhatok. Itt ugye most nyomhatjuk a balisztákat, mert itt ezt a kis Toulouse fővárost elég nehéz lesz bevenni. Adat Marseille, barátom. Nem? Jó, hát akkor elpusztulsz. Hát most engem majd annyira nem érdekel, tudod, hát, hogy így. Te is jössz. Megindulunk, gyerekek, mert hát miért ne? Jó, akkor Bordeaux-ba hanyagoljuk a ballisztát, csinálunk egyet, így. Valami kis védelem azért legyen benne. Ezt a ballisztát is hanyagoljuk, nem kell. Ja, meg a Mugyánkezből tudom küldeni az erősítést. Ez már nem kell. Akkor itt csak átképzünk.
így rendez be, nem kell semmit. Dehogy nem, gyakorlótér. Úgy látszik nem jött be. A picsát nem jött be. Ja de, nem jött be. De ez már megint mi? Ez hogy került ide? Na mindegy. Ezek itt el vannak. Az nem érdekel itt annyira. Itt viszont ez már annál inkább. Wow! Megtámadott ezzel a kis... nem tudom mi ez. Na lássuk, kinek vannak jobb íjászai. De most... mert én nem láttam. What? Ó, király. Nektek itt nem nagyon lesz most feladatotok, úgy nézem. Ja de, hát én ezt itt tudom rakosgatni. Jaj, hát akkor most meghalt az összes francia gyerek. Hát az egyértelműen meghaltak, tehát hogy így... nem. Ezt rohamozz le, öcsém. Jó, azért egy párat hagyunk. Hogyha ide érnének netán az íjászokhoz. Jó, az egy külön. Itt külön. Kik vannak még ugye ezek? Meg a balista. Hát ez most egy komoly lesz. Hát igen, ez egy ilyen kicsit hasonlít, hogy hívják rá. Mi az? Aginkultra. Érkezett Noag. Hát gyere már ide papához. Paraszti, ezt hagyjál meg. Aha. Hát ez nem jött be. Aha. Hol a hadvezére? Ott van. Na mondjuk csak be a gyalogságot is. Hogyha már így szépen összegyűltünk. Lőjétek baszki, mert oda fognak érni. Ah, értem. Ti stop. Jó, hosszú ügyesok teszik a dolgokat, elég szépen úgy látom. Charge!
Nem bánnám leütnétek már azt a hadvezért. Ja, hát nehogy. Hát ez csőn, nem igaz. Na mindegy, ezeket itt le kell vágni. Ne lőjétek a saját embereimet, köszi. De megint gyökér. Helyettük olyan, mint táncoló talpok. Ez most nem tudom miért mondtam, de olyan. Jó, meg egy kicsit folytatjuk. Vannak itt még azért. Hát az lényegében csak az a csapat. Amit még itt azért szeretnék itt kiírtani. De most ilyenkor miért álltok meg, mert nem tudtok rajtuk átmenni? Ne szívass már keresztbe! Wow! Jaj, de jó! Jó! 51 emberem halt, mert neki pedig az egyik sereget tönkre lett verve, úgyhogy eddig jól állunk. 51 emberem meghalt, meg jó sok. Kivégezzük. Most nem játszunk szeretett nagypapásat. Jaj, hát te, azt gondoltam, meg fogsz támadni, igen. Nem, amúgy semmi jel nem utalt rá. Fogy a pénz, gyerekek, rengeteg katonát tartok fent. De most itt tök komolyan rengeteget tartok fent, tehát ezzel a csávóval itt le kell számoljak. Mindenképp. 1, 2, 3, 4 csapat lovasa van, ami így izgat, amúgy, meg a hadvezére, az pedig a hadvezér, igen, honnan tudtam? Itt kik vannak? Itt is vannak lovasok, hát nem igaz. Jó, átjövünk ide. Remélhetőleg jó kis csatateret kapok majd. Így. Jól van. Igen. Toulouse-t is próbálja védeni, nagyon. És nem áll, hogy pont nem érek oda. Istenem. Na, megütközzünk ezekkel. Hát muszáj lesz, az a baj. Viszont ezek itt annyira sokan meghaltak, hogy ezt inkább felveszem. De jó. Na jó van, gyerekek, egy az egy, szóval lássuk. Most van egy kis olyan előnyöm, hogy ilyasom, amik ugye le tudnak rakni karókat. Ez csak belemegy, annak ott vége van. Már pedig belefenni, mert hülye. Ó, de jó terep! Jézus, de jó! Na jó, egy kicsit összehúzzuk azért a sort. Valahogy így, igen. Így. Lesznek itt ugye oldalvédek is. Hogyha már itt vagyunk. A lovasságomat felállítom mondjuk ide. Már csak a ballisztának kéne egy jó hely, de ez itt szerintem jó hely. Hogy hol van még ilyen magaslat? Itt. Nagyon jó. Ó, de szépen összezsúfoltad. Egyelek meg. Na, álljunk meg azért, én hadd mondjam, majd kit lőjünk. Mivel te ott vagy? Ezért te azt lövöd. Te azt lövöd. Te azt. Te azt. Te azt. Te meg. Te meg. Te meg. Te meg. Azt. Nehogy már az ijászokat lőjük, értitek?
Na most lesz egy kisebb nyílzápor. Jók ezek a karok, nagyon. Agincourtnál is így nyertek az angolok, hogy rengeteg karójuk volt. Lovasságuk belement a franciáknak és kaput. Hát nem mondhatjuk azt, hogy nem ölik őket, tehát kegyetlen jó pozícióban vagyok. Hát ez rettenetesen jó helyen vagyok, úgyhogy ez most jól megnyertem ezt a pozíció előnyt. Hát most a paraszt íjászoktól annyira nem félek. Jó, akkor csináljunk egy kis olyat, hogy te mondjuk azt lőd. Te is, mert azok ott sokan vannak. Aha. Elég sokan maradtak. Jöjjünk át felé ide a lovassággal. Jó, rohamozzá, gyere. Viszont az ott nem jó. Előttük nincs karó, baszki. Jó, ennyit a számszeríjászokról. Azt a vértezett lovagot ott elkapjuk. De ez mi? Lovas pajzs hordozó, ugyan már. Balisztával fáradjunk, hátrébb köszönöm. Mint aki él. Jó, itt Misu. Király felszabadult a lovasságom, ami azt jelenti, hogy nekik semmi jót. Aha, ott van. Jó, lesz az. Na, de jó. Ez hogy csinál lovas pajzs hordozóval ekkora rohamot? Hát ne szívass már. Mi jó hangja volt. Mindegy, jöjjétek meg. Csak haladjunk. Az én hadvezérem pont rossz helyen van. Az övé nem. Ha van szívetek, levágjátok. Nem kell több bajtársatoknak meghalni. Mondom. Elmenekül az egész brigád, vágjátok már le azt az egyetlen egy embert. Légy szíves. Hát ezt nem hiszem el. Ezt esküszöm, nem hiszem el. Ez most szánszándékkal ilyen nyomorékok, vagy... Vagy most... Tehát ember, három csapat lovasa nem voltam képes levágni egyetlen egy darab embert. Aki még mindig ott rohangál. Hát ez komolyan mondom. És vígan rohangál tovább. Nem hiszem, én esküszöm. Na, ez az. Mindenki üldöz. Ezeket le kell vágjam.
Csak úgy lesz meg a város. Ja, de várjatok, már ott jön az erősítés. Shit! Ember, hogy nem elfelejtettem. Komolyan mondom, teljesen elfelejtettem. Ti is úgy ide. Még egy picit öldököljetek, aztán megyünk. Hú. Váltunk nagyon gyorsan egy pozíciót. Így. Na most akkor mondom, hogy kit kéne lőni. Jó, úgy látom, ráéreznek. Na, őt. Aki lőni tud, az őt lövi. Csak úgy mondom. Na. Az úgy komoly? Bele a karóba. Gyönyörű. Istenem, de ügyes. Hó. Így. LOL. Légy szíves, kérlek. Ha van szívetek, lelövitek. Mondom, lelövitek, kérlek. Nem fogják lelőni. De tudtam. Na, ha. Kérlek. Ez az, jaj de jó. Jó sok embere túlélte. Hát konkrétan senki nem érte túl. Majd nem elmondhatom azt közülük. Na. Két hadvezér kilőve. És csak 330 emberem halt meg, na. Nagyon jó. Elvileg megvan Metz is. Ami nagyon állat. Mert mindjárt megvan Toulouse is, onnan meg már csak Marseille. Kivégezzük. Megvan Metz. Szuper. Jól van. Nagyon király. Igen. Itt Misu. Ja, itt még nem tudom támadni. Na, gyerekek, megint egy kis szünet. Na. Meg is vagyunk, felment a videó is, úgyhogy most már bezártam a Chrome-ot, tehát elvileg egy kicsit most már kevésbé lesz lag. Már mondjuk szerintem eddig se volt annyira nagyon érzékelhető. Úgyhogy igen. 3500 aranyam van. Amit nem mondanék soknak, de nem is kevés. Na, és ugye gyerekek, megvan Metz. Ez egy nagyon komoly kis dolog. Most már elkezdünk itt azért összevonogatni itt egy-két csapatot, hogy
legyen egy kis hely, meg ilyenek. Az íjászok nagyon szépen fejlődnek, a balisztát most már feloszlatom. És így ennyi meccbe ezt a kis védelmet azért megfagyjuk, mert ott a német rómaiaknak az eléggé incsiklandozó kis falat, úgy látom. Így. Nyomatunk egy kis sereget, és nem sokára küldjük erősítésbe a Marseille ostromhoz, ugye, úgy mondom. Nem tudom, azok a portugálok meg, hogy 6 szó partra szállnak, vagy valami. Metzből is valamit fogunk csinálni. Így. Itt nem tudom, mi van. Jó, most nem volt kedvem végig ostromot hogy hívják volni levezetni, úgyhogy remélem nem baj. Na. Itt akkor most akkor szimplán átképzünk. Romlott a kapcsolat, ne. Ostrom beszüntetése, kezdjük előről. És elvileg most már fel fogják adni a város, csak úgy. Ezeket ide küldjük, erősítés, gyanánt. Innen még az egyet nyomatunk. Hál' Istennek Toulouse-tól elvitte a seregeit, úgyhogy... Louis király, ciao. Ciao amigo. Mizu. Mizu van Louis király. Nagyon bomba. Van 10 000 pezóm, abból veszünk fel ilyen zsoldosokat, mert kelleni fog. Ide lövök egy győr tornyot. Még Marseille-t még mindig nem látom, de semmi baj. Ugyanis nagyon-nagyon szépen haladunk. Jó. Bordeaux-ba azért csinálom a védemet, mert nekem ott az a portugál dolog az ott nekem gyanús. Plusz meg itt van egy kis miniatűr francia sereg. Hát nagyon remélem, hogy a portugálok nem döntenek úgy, hogy most hirtelen nem vagyunk szövetségesek és megtámadnak. És nem döntöttek úgy, nagyszerű. Jó, indulunk Caen felé. Caen, de hogy Caen, Marseille. Így. Új küldetés. Nem fogok lázadó települést foglalni, köszi. Ezt a lehetőséget most így kihagynám. Jó, Edinburgh-ba fejlesszük a tengeri kereskedelmet, ide nyomatunk egy bordélyi házat. Itt végre kész lett a gyakorló. Lőtér Toulouse-ba. Aha. Egyet-kettőt összevonunk. Így, 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 így. Mekkora király? Hát ugye addig nem indulunk még. Au. Ne már! Pont most. Lovag, rendi lovag, hát ne szívass már. Jó. Ez most komoly gyerek, ah, mekkora. Jó, tehát itt most bevárjuk a sereget. Így, így, így. Jó. Párizs. Akkor ott a kőfalat építjük egyértelműen. Jó, ott van védelem, itt is van védelem. Metzbe szintén. Most már csak Marseille van, ugye? Ott is van Marseille, micsoda védelem! Jó,
hát én már nem is szarozzuk ezeket, bevisszük ide. És már csak Marseille van. És onnantól kezdve királyok vagyunk. Az egy balisztát csak kéne vinni. Nem tudom, nem mindegy. Mindjárt kiderül. Portugálok odahoztak három hajó hadat, de hogy minek? Jézus se mondja meg. Jó. Toulouse-t bevédjük, ugye, hogy azért nehogy majd gondok legyenek. Itt építünk egy rapportot. Metzbe egy gyíkészítőt, Toulouse-ba egy fegyverkovácsot, pusztítát is tudok képezgetni. Így. Antwerpen kész a fejlődésre, mekkora király. Jó. Aha, már csak Marseille van. Wow. Micsoda ellentámadás, meredjen meg. Aha. Ezt a harangszót, ezt úgy imádom. Ó, de jó. Nem izgat. Na gyerekek! Ki vagy te? Michiel király. Így van. Köszönöm szépen. Achievements of the English Empire and its greatest leader have passed into legend. The once divided land now stands united under the greatest king who was ever born. From this throne, the destiny of the world is shaped. No, gyerekek! Hát én ezt nagyon élveztem, megmondom őszintén. Elég izgalmas kis végigjátszás volt, ugye elmondhatom ezt, tehát ez még nekem is újdonság, hogy egyetlen videóban csinálok egy darab végigjátszást, hogy... Tehát 43 kör alatt sikerült elpusztítani Franciaországot, Skóciát és... De 16 irányított tartományom, egyetlen egy csatát vesztettem és 18-at megnyertem. Úgyhogy remélem élveztétek, és köszönöm szépen még egyszer az 500 feliratkozót, értékeljétek a videót, Tomi voltam, sziasztok!